Régészeti feltárás zajlott az elmúlt hetekben a Modin épülő új üzemcsarnoka helyén, ahol egy kis település nyomaira bukkantak a szakemberek. Nagy hidegben dolgoztak januárban a Modin melletti területen a régészek, ahol 3000 négyzetméteres területen végeztek ásatásokat. A feltárásra azért volt szükség, mert ott épül a cég új üzemcsarnoka, s a beruházással érintett területen leletmentést kellett végezni. Január 9-én kezdődött a talaj humusz rétegének eltávolítása, majd előbukkantak a folt jelenségek. Római kori 3. századi szarmata településnek a részletét tárjuk fel. Eddig csak nagyméretű tárológödröket találtunk, és ma úgy tűnik, hogy meg is találtuk a település szélét. A kis település többi része egy kis domb alatt rejtőzik, de ezt nem érinti az építkezés, így az esetleges leletek egyelőre a földben maradnak. Ha később úgy hozza a sors, hogy oda is építenek, vagy kíváncsiak lesznek arra, azt is föltárhatják. Pláne, hogy egy kis temetőt is rejthet a föld, hiszen korábban már egy gazdag fülkesírra is bukkantak ott. Baj novemberben kutatóárkokat nyitottunk, hogy meghatározzuk a lelőhely kiterjedését. Az egyik kutatóárokban előkerült egy 5. század közepéről származó sír, amiben egy nőt temettek el, két aranyfőbevalóval, illetve aranygyöngyökkel, és egy ez is tükörrel a kezén. Ezen kívül jellegzetes szarmata, szürke és vörös korongolt edények kerültek elő, két teljes kutyacsontváz és egy aláhajtott lábú bronzfibula, szintén a 3. századból. A leleteket később Mezőkövesden állítják ki, ezekről már voltak egyeztetések a város és a múzeum között.